A csornai katolikus óvodások Szent Márton napján vitték a szeretett lángját. Az intézmény udvarán tartott ünnepségen megismerték Szent Márton legendáját, és az ünnephez kapcsolódó énekeket énekeltek, illetve verseket szavaltak el. Az est folyamán kérjük Szent Márton közbenjárását értünk, hogy az ő tiszta szeretete, segítőkészsége érintsen meg bennünket. Reméljük a mai ünnepünk segít, hogy mindannyian szívében erősebben lobogjon majd a szeretet lángja. Most tekintsük meg közösen Szent Márton életéről szóló összeállítás. November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a saját hagyományai, népszokásai. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. A mai videóban a Márton napról lesz szó. A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannonia tartományában, Szombathelyen látta meg a napvilágot, 316-ban, vagy 317-ben, a pontos dátum ugyanis kérdéses. A római császár katonájaként szolgáló Márton egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyét egy koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében. Isten szolgálatába állt. Jóságáról már élete során is legendák kerintek, s az alázatos misszionáriust püspökké akarták szentelni. A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az értejövő küldöttek elől a szolgalelkű Márton a ludakoljába bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulták Márton rejtekhelyét. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték, és haláláig 398-ig segítette a rászorulókat. A tapasztalat szerint Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az első hó. A népi hagyomány úgy tartja, ha Szent Márton fehér lovon érkezik, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhe tél lesz, amennyiben barna lovon nyargalász, vagyis nem esik a hó, akkor kemény, havas télre számíthatunk. A mártonnapi időjósláshoz kapcsolódik egy olyan hagyomány, mely szerint a ropogósra sült libának a mellcsontjáról óvatosan lefejtették a húst, és szebügyre vették a mellcsontot. Amennyiben a sült liba mellcsontja fehér színű és hosszú volt, akkor hosszú, havas, hideg télre számítottak. A pásztorok ezen a napon egy csomó veszőt adtak ajándékba azoknak a gazdáknak, akiknek a barmai kijártak a legelőre, a csordába. Ez a nyaláb vesző volt Szent Márton vesszeje. Több ágú volt, s úgy tartották, ahány ága van, annyit malacozik a disznó. Tavasszal pedig ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat. A mártonnapi libalakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. A régi időkben Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkát, és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő időszaka. Márton napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. A hiedelem szerint Szent Márton napján ludat illik enni, mert aki Márton napján nem eszik libát, az egész évben éhezni fog. A német nyelvterületeken fáklyás felvonulásokat szerveznek, és Márton tüzeket gyújtanak Márton nap alkalmából. A lampionos felvonulásokat csak a 19. század elején vezették be egyházi rendeletre. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt. Sötétedéskor a maguk készítette lampionjaikkal járják az utcákat, miközben régi mártonnapi dalokat énekelnek. Thank you.
szívemben. Sőt, gyertj a hittem, vigyázva viszem, fúgó szellőt el ne fújja, vigyázva viszem. Sötét a világ, intézmény udvarán Varga Balázs plébános fogadta a gyerekeket. A katolikus pap elmondta, Szent Márton legendája egy kis fényt, szeretetet visz a hétköznapjainkba. Kedves gyermekek! Szent Márton, emlékezve ezen az estén, most egy kis történetet szeretnék nektek elmesélni, mert arról szól, hogy volt valami régen egy gazdag király, akinek nagy vagyona volt, nagy
terület fölött rendelkezett, elkezett, volt két gyermeke, mind a kettőt nagyon szerette, és nehezen tudott dönteni, hogy majd ki legyen az ő utóda, ki legyen az örököse, ki örökölje a birodalmat. És arra gondolt, hogy azt fogja megtenni örökösnek, aki a legügyesebb lesz közülük. Egy próbatétel elé állította őket, adott nekik sok pénzt, és azt mondta, hogy van egy terem a palotában, egy üres terem, és azon vegyenek valamit, amit tele rakják azt a termet. Az egyik gyermek az vett rajt szénát, próbálta telerakni, de még mindig fért volna bele. És a másik gyermek pedig nem tett más, mint meggyújtott egy gyertyát, és abban a sötét teremben ennek a gyertya lánya teljesen betöltötte azt a helyiséget. Megvilágított minden sarkot, egészen tele lett. És az öreg király ezt látva, ő ráhagyta a vagyonát, ő ráhagyta a birodalmat. És elhozták ide ebben a sötétbe a fényt, a kicsicseseket, a szeretetnek a lángját. És a történet nekünk is azt mutatja, hogy a mi szeretetünk, akármilyen sötét is ez a világ, akármilyen rossz is ez a világ, be tudja azt tölteni, hogy ennek a kis mécseseknek a lángja betölti itt a teret, kis világosságot ad, ugye a mi életünkben is a szeretet kell, hogy betöltse a környezetünket, a körülöttünk élő embereknek a szívét. És ezt mi tudjuk igazán meggyújtani, mi tudjuk lángra lobbantani. Mi tudunk ebben a világban egy kis fényt, egy kis szeretetet, örömet sugározni, és ezt továbbadni embertársaink felé. Ugyan tette ezt Szent Márton is, aki szeretetből tudta segíteni ezt a rászoruló koldust, akinek nekiadta a felek köpenyét. És nem csak ez egy történet maradt fönn róla, nagyon sokszor megtapasztalhatták a körülötte élő emberek, hogy milyen szeretettel, odaadással, törődéssel volt embertársai iránt. Nekünk is ez a feladatunk. Ebben kell követni ezt a nagyon régen élt szentet, az ő példáját kell nekünk is elsajátítani, megvalósítani, hogy mi is észrevegyük, hogyha valaki mellettünk, a környezetünkben rászoruló segítségünket igényli, akkor tudjunk rajta szeretetből, önzetlenül, nagy lélekkel, odaadással segíteni a másikon. Tudjuk szeretni egymást, tudjuk elfogadni a másikat, még akkor is, hogyha esetleg vannak valami rossz, gyenge oldalai is, azzal együtt tudjuk szeretni egymást. És így, ha ezt mi megtesszük, szeretetünk által, amelyet ez a kis mécses is jelez, egyre több fény, egyre nagyobb világosság tud lenni ebben a bizony sokszor sötét, szomorú és igen, súlyos, nehezen, nehéz világban. Erre próbál bennünket tanítani Szent Márton, így próbáljuk őt követni, hogy mi is a lehetőség szerint ezt a szeretetet tudjuk sugározni embertársaink felé. A Szent Márton napi rendezvényt közös tánc zárta a katolikus iskola udvarán. Yeah.
Kicsi lámpás a fénye, ma este úgy vagyok.